Köszöntök mindenkit! Ma Móra Ferencről fogok beszélni. Arról a Móra Ferencről, aki idézem 2 évtizeden keresztül a más világon töltötte az idejét. Eddig az idézet. Feltételezem, hogy a címből nem egyértelmű, hogy miről fog szólni ez a mai kis előadás, de mindjárt ki fog derülni. Tartsanak velem! Móra Ferencet véleményem szerint nem szükséges bemutatni a magyar közönségnek. Ő a magyar irodalom egyik oszlopos tagja, aki elsősorban a gyermek- és ifjúsági irodalom területén alkotott maradandót. És itt elsősorban a véleményem szerint leghíresebb munkájára gondolok, a Kincskereső Kisködmön című regényére. Ez a könyv, ez a mű 1918-ban látott először napvilágot, ekkor adták ki először, és a benne levő történetekhez pedig Móra Ferenc a gyermekkorában látott tapasztalt élethelyzeteket, emlékeket használta fel, tehát egy önéletrajzi ihletésű munkáról van szó. Az évek és évtizedek folyamán több kiadást is megért ez a mű. A Dián balra az 1971-es magyar-szovjet kiadás, jobbra pedig a 2002-es Corvin kiadó gondozásában megjelent változat borítóját láthatjuk. Most azonban nem az irodalmár Móra Ferencről szeretnék beszélni, hanem a régész és múzeumigazgató Móra Ferencről. Móra Ferenc ugyanis a Budapesti Tudományi Egyetemen szerezte a tanári diplomáját földrajz-természetrajz szakon. 1904-ben pedig felvették segédkönyvtárosként a Szegedi Városi Könyvtár és Múzeum állományába. Ő azonban hamar átképeztette magát régésznek, és több régészeti ásatáson részt vett, illetve több régészeti ásatást vezetett a későbbiekben. A következő dián látható egy kisebb válogatás az ő által, az általa vezetett ásatásokkal kapcsolatos közlemények közül való válogatás látható. Itt észre lehet venni azt, hogy ő maga is beszámol az ásatásairól, nem csupán arról szól, hogy egy kívülálló harmadik fél írását olvashatjuk ezen régészeti ásatásokról, illetve az eredményeikről. Ami a Móra Ferenc által kutatott területet illeti, alapvetően az előttünk levő listából kiderül, hogy Szeged közvetlen és közvetett környezete, nagyjából Szeged vonzás körzetébe tartozó helyszíneken ásott, és ott folytatott régészeti kutatásokat. Régészkedés mellett a múzeum friss néprajzi gyűjteményéhez is jelentősen hozzájárult, egy hián 840 tárgyat, 839 tételt gyűjtött a néprajzi gyűjtemény részére. Ezek döntő többsége a szülő helyéről, Kiskunfélegyházáról származtak. Itt megjegyzem, hogy úgy a szücsmester édesapja Móra Márton munkafelszerelése, mint az édesanyja Juhász Anna hozományos ládája is bekerült a néprajzi gyűjteménybe. És hát az első világ égés második felében, 1917-ben az elhunyt elődje, Tömörkényi Istvánnak a helyét ő vette át, ő lett a múzeum és könyvtár vezetője. Móra Ferenc a szakmabeliek számára is tartott előadásokat. Két ilyen esetet emelek ki. 1929-ben Budapesten beszélt a szüregi ásatások eredményeiről, 3 év múlva pedig a Magyar Néprajzi Társaság közgyűlésén hallhatták, láthatták Móra Ferencet. A jobb oldalon pedig az utóbbi, tehát az 1932-es előadású beszámoló cikknek egy része látható. Viszont a
nem csak a szakmabeliekkel érintkezett, hanem a szakmán kívüliekkel is, és itt fel szeretnék olvasni egy részletet egy beszámolóból. A délután programja a Szegedi Városi Múzeum megtekintése volt. A múzeumban Móra Ferenc igazgató fogadott és kalauzolt végig a páratlanul érdekes gyűjteménytáron. Móra igazgatót minden egyes résztvevő szívébe zárta. Közvetlen modora, szellemes magyarázata mindenkit lekötött, úgy, hogy több mint egy órai látogatás után alig akartunk megválni a múzeumtól és Móra Ferenctől. Ez a Magyar Fogorvosok Egyesületének 1929. júliusában Szegeden megrendezett nagygyűlése keretén belül volt. A nagygyűlés egyik programja volt a múzeum látogatás, és ez a beszámoló részlet pedig egy fogorvosnak, tehát a történelem és a múlt iránt nem szakmai kötelességből, hogy úgy mondjam, érdeklődő személynek a tollából származik. Ezért tartom fontosnak ezeket a szubjektív visszaemlékezéseket, mivel itt érhető tetten igazán az, hogy egy szakember mennyire tudja megszerettetni a nem szakmabeliekkel az ő kutatási területét, az ő általa űzött tudományt, vagy akár egyszerűen csak egy tárlatot, amit ő vezet. Itt érhető igazán tetten a nagysága egy adott szakembernek, hogy mennyire tud közérthető lenni. Közérthetőségre egyébként még vissza fogok térni, azonban azt is meg szeretném említeni, hogy 1932-ben az egyébként 1919-ben Kolozsváról Szegedre átköltözött Ferenc József Tudományegyetem díszdoktorrá avatta Móra Ferencet, egy korabeli méltatásban pedig így olvashatunk, hogy a költő és a természetbúvár egyesül Móra Ferencben, aki büszkeség elsősorban Szeged városának, de az egész országnak is. Régészeti kutatásai révén Móra Ferenc valóságos magyar történelmi kincses házzá varázsolta a Szegedi Múzeumot. Mint író a magyar néplélek igazi ismerője, de a magyar örömök és bánatok igaz megszólaltatója is, hiszen maga is a nép gyermeke és félegyházi szegényes sportáról indult el. A költészet és a tudomány gazdag tájaira. Visszatérve a közérthetőséggel, illetve arra, hogy az átlag emberrel hogy tudott Móra Ferenc kommunikálni, fel szeretném olvasni egy 1938-ban a Magyar Nemzet hasábjain megjelent cikket, pontosabban az idevágó részt, idézem: a Szegedi Múzeum, de a régészet tudománya is nagyon sokat köszönhet annak, hogy Móra Ferenc nagyszerűen értett a népek nyelvén. Közel tudott férkőzni a legbizalmatlanabb, a leggyanakodóbb szívhez is, meg tudta szólaltatni a ritkán szóló nyelveket, és bizalmat tudott kelteni önmaga és értelmetlenek tűnő munkája iránt is, bár holtig nem érte el, hogy odakünn, a határban, kicsit haszontalan bolondságnak ne tartsák a redves csontok, a kopott kőszerszámok, a rozsdatömeggé aszalódott, hajdani nyílhegyek és kengyelvasak előkotorását. Hát, ilyennek is köll lönni, mondogatták a magyarok nagy megbocsátással és megértéssel, amikor Móra azt firtatta, hogy tudják-e, mi az a múzeum igazgató. Hogyha itt is látható az, hogy és az a jellemvonás, amely egy régésznél fontos, ugyanis a régész, aki egy adott személynek, egy földművesnek, egy adott földterület birtokosának számára el kell magyarázza azt, hogy miért fontos az, hogy az ő területén előkerült leleteket megmentsék. Neki fontos az, hogy az átlagemberrel, a szakmához nem értő, vagy olyan, akikkel, ugye, vagy olyan emberekkel, akik ezt a szakmát nem veszik komolyan, fontos az, hogy velük is meg tudja kapni azt a közös nevezőt, azt a közös hangot, ami által az ő munkája folytatódhat, a régészeti leletek mentése folytatódhat, illetve amely megmenti végsősorban ezeket a régészeti leleteket. Úgyhogy Móra úgy látszik, hogy ezt a jellemvonást magában hordozta, noha a maga szerző is megjegyzi, hogy azért alapvetően akadtak még olyan hangok, akik nem tartották másnak, mint idézem, kicsit haszontalan bolondságnak az ő munkáját.
Egy másik cikkben pedig így nyilatkozik a szerző, idézem, 13 év alatt ilyen pályát, irodalmi pályát befutni kiváltság. Még akkor is, ha 13 éven át csak ír egy kivételes tehetség, és egész alkotó erejét az irodalomra fordítja. De ebben a 13 évben legalább 25 kötet lefektetése mellett Móra elvégezte egy elsőrendű fáradhatatlan archeológus egész élete munkáját. Ásott és tett, kezdeményezett és befejezett, a Szegedi Múzeum kiszélesítése, az avar, a gepida sírok felásatása, a népvándorlási korszak magyar fejezetének feltárása körül annyit és úgy, hogy ebből is kitelnék egy teljes, ő, gazdag életmunka, nem csupán 13 év mellékfoglalkozása. A következő dián pedig egy érdekesség figyelhető meg. 1935. február 17-én a 40. számában a Magyar Hírlap nevű folyóiratnak a következő keresztrejtvényt adták közre, amelynek az 53. itt látható függőleges kérdésének a következőképpen hangzik. A megoldás pedig ugye így írják le a megoldást. Indogermán lovasnép, amely a Krisztus előtti időkben a Duna-Tisza közén is tanyázott, Móra Ferenc kutatásai, utóbbi három szó pedig zárójelben, Móra Ferenc is kutatásai zárójelben vannak. Ugye érdekesség, hogy úgy látszik, hogy a Magyar Hírlap 1935-beli törzs keresztrejtvény fejtői számára az egy segítő, egy segítség, egy mankónak bizonyult, hogyha Móra Ferenc kutatásra hivatkoztak, amikor a jazigokról szólt egy bizonyos keresztrejtvénybeli kérdés, ugye a megoldás az öt betű a jazig népnevét takarja. Ez roppant érdekesnek találtam, és mindenképp gondoltam, hogy ezt megosztom. Most, ami a Móra Ferenci hagyatékot illeti, semmi más nem árulkodik jobban az ő munkásságának a maradandó gyümölcseiről, mint az, hogy Szegeden a Városi Múzeum immár Móra Ferenc nevét viseli közel 5 évtized óta. Külön köszönöm a fényképet unokatestvéremnek, aki rendelkezésemre bocsátotta ezt a képet. A képen látható tárlat pedig 2018 júliusa és 2019 januárja között volt látogatható a Szegedi Múzeumban, mégpedig az Évmilliók urai, élethű dínok Amerikából című kiállításról van szó. Két látványosabb tételét ezen kiállításnak itt látjuk, két dinoszaurusz szoborról van szó, köztük egy brachiosaurusról. Az érdekessége ezen tárlatnak az volt, hogy egy jelentős része a leleteknek az Egyesült Államokból érkezett, akár csak a kurátor is. A kurátor az nem volt más, mint Dino Don Lessem, aki a dinoszaurusz rajongóknak az egyik nagy személyisége. A Jurassic Park című 1993-as filmben ő volt a film szakmai tanácsadója, és egyes a tárlaton megfigyelhető dinoszaurusz rekonstrukciók, illetve dinoszaurusz szobrok, meg dinoszauruszokat utánzó berendezések még állítólag a filmben is láthatóak voltak, 1993-ban megjelent filmben is láthatóak voltak. Összegzésképpen pedig a sokoldalú Móra Ferencről, aki nem csupán a kultúrával és nem csupán a szép irodalommal foglalkozott, meg lehet állapítani, hogy a régészet területén is alkotott maradandót, ez egyértelműen abból érhető tetten, hogy és abból érzékelhető, hogy a volt munkahelyét, az általa vezetett múzeum utódját tulajdonképpen, intézménynek az utódját, a különvált Városi Múzeumot róla nevezik el 1950-ben. Továbbá pedig az is, hogy díszdoktorsággal jutalmazzák 1932-ben az ő munkásságát. Végezetül pedig a
Az egyik nekrológ, Móra Ferenc nekrológból szeretnék idézni, amely szerintem a legtalálóbban ír Móra Ferenc régészeti tevékenységéről. Babai József az Új Idők című budapesti lapnak a munkatársa jegyzi ezt a nekrológot. Ő maga egyébként Móra Ferenchez hasonlóan egy szegény paraszti sorból kerül fel, és onnan küzdi fel magát a budapesti, és lesz belőle budapesti újság, forgatókönyv, illetve színműíró. És akkor idézném is. Ez a csodálatos ember ma már lezárt szemmel álmodja álmait az alföldi göröngyök csendjében. Élete nagy szakaszán át sírokat kutatott, csontokkal, nyakékekkel, kengyelvasakkal, porlatjazik dámák aranyékszereivel társalkodott, sírok ezreit bontotta fel, két évtizeden keresztül az idézőjelben más világon töltötte az idejét. Mondotta is sokszor, hogy simogató nyugalom várja őt az anyaföld Isten készítette zöld abrusza alatt, hiszen igen megbarátkozott a temetőkkel. Végezetül én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Ha tetszett a bemutató, akkor ezt lehet jelezni a tetszik gombra, vagy a feliratkozás gombra való feliratkozással, való kattintással, amennyiben bármilyen hozzászólás, bármilyen kérdés, bármilyen észrevétel megfogalmazódott, azt hozzászólásba nyugodtan be lehet pötyögni. Egyúttal lehet jelezni hozzászólásban azt is, hogyha lenne esetleg igény arra, hogy további hasonló videókat jelentessek meg. Tervben nem csak magyar, hanem angol és román nyelvű videóink is vannak, témáim is vannak, de egyelőre kísérleti jelleggel ezt a videót kívántam önök elé, kívántam elétek tárni. Én köszönöm szépen ismételten a megtisztelő figyelmet, a legjobbakat kívánom mindenkinek, viszont hallásra, viszontlátásra.